Fontos, amit megosztasz. Ezzel a szlogennel kampányol a Májba Virág Egyesület 2020-ban a nőgyógyászati vizsgálatok fontossága mellett. A szervezet úgy látja, a méhnyakrák szűrés még most is tabu témának számít, pedig a nők körében rendszeresen végezendő szűrések közül ez az egyik legfontosabb. A betegség, ha korai stádiumban diagnosztizálják, egy műtéti beavatkozással gyógyítható, ehhez azonban elengedhetetlen a rendszeres szűrés. Talán a félelem az, vagy egy rossz tapasztalat az, vagy talán az, hogy mi nők magunkat mindig úgy háttérbe szeretjük tenni, és hogy ha nem nagyon fordulunk akkor orvoshoz, hogyha nincs baj. És pontosan ezen dolgozunk, hogy ne akkor menjünk már orvoshoz, amikor baj van, hanem előzzük meg a bajt. Tehát ezért is fontos, ezért is van jelentősége ezeknek a januári összejöveteleknek, rendezvényeknek, hogy mindig napra készen tartsuk azt, hogy igenis meg kell előzni, járni kell szűréssel rendszeresen. A szűrési hajlandóság tekintetében országos szinten is nagy elmaradásban van Szabolcs megye, tette hozzá Adorján Gusztáv. A kórház főigazgatója kiemelte, a HPV elleni védőoltást 2014 őszétől térítésmentesen kapják a 7. osztályos, 12. életévüket betöltött lányok, de az elmúlt időszakban a fiúk oltása is szóba került, amit támogat az orvostársadalom. Én mindenkit tudok biztatni arra, hogy igen, oltassák be kislányokat abba a 7. osztályos korba, sőt, ma már szó van arról is, hogy a fiúkat is fogják oltani. Ugye a humán papilloma vírusnak egy bizonyos csoportjának az oki tényezőként szerepel a méhnyakrák kialakulásában, hogyha ezt meg tudjuk előzni, akkor gyakorlatilag a betegségét is meg tudjuk előzni. Én nagyon örülök neki, hogy egészségügyi közgazdászok kiszámolták azt, hogy most nem egy-két év, nem választási ciklusonként lehet várni az eredményt, hanem majd későbbiek folyamán, ez egy nagyon komoly döntés volt. Bízunk benne, hogy néhány évtized múlva akkor mi is már arról beszélgetünk, hogy igen, van, de gyógyítható, megelőzhető, és én mindenkit arra tudok biztatni, hogy 2 vagy 3 évente menjen el nőgyógyászhoz, és végeztesse ezt a szűrővizsgálatot. A védőoltás akkor lehet a leghatásosabb, ha a vakcinát a lányok 9 és 15 éves koruk között megkapják. A védettség eléréséhez fél éves időközzel 2 oltásra van szükség ebben a korosztályban. Adorján Gusztáv hozzátette, ha valakinél egy szűrés alkalmával HPV fertőzést állapítanak meg, nem kell rögtön kétségbe esni, ebből a vírusból sokszor a szervezet is ki tudja gyógyítani saját magát, ezért fontos az immunrendszer szerepe. Ezt két tényező gyengítheti nagymértékben, a dohányzás, illetve ha valaki túl gyakran váltogatja a szexuális partnerét. Ennek is köszönhető, hogy a 20 és 30 közötti korosztályt érinti a leggyakrabban a fertőzés. A leghatékonyabb védekezés az egészségügyi szűrés, ezért ez azoknak is javasolt, akik korábban már megkapták a HPV elleni védőoltást. Nyíregyháza és a helyi szervezetek ebben az évben is csatlakoztak a 14. Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét programjaihoz. A Nyíregyházi Leány és Nőegylet Egyesület már 7 éve alakult, a nőket érintő problémákra próbálják felhívni a figyelmet. Célul tűztük ki az alapításkor, hogy legfőbb feladatunk a nők egészségének a védelme, kulturális értékének megteremtése, és ugye az első olyan egészségének a védelme, tehát ezzel úgy gondoltuk, hogy minden olyan programban részt veszünk, amely a nők egészségét szolgálja. És így történt ezelőtt 4 évvel, amikor elsőként Nyíregyháza csatlakozott az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét programjához. Tehát immár 4. alkalommal csatlakozunk, és igyekszünk ezt a programot megszervezni. A Nőegylet nem önállóan szervezte a programot, szakmai együttműködésben a Debreceni Egyetem egészségügyi karának védőnői módszertani és népegészségtani tanszék munkatársai is részt vettek a lebonyolításban.